Ebben az ingatlan irodában évekkel ezelőtt havonta 10-15 albérletet is kiközvetítettek, most azt tapasztalják, hogy a bérbeadók inkább saját maguk hirdetik bérleményeiket. Kereslet most is van albérletekre, és az árak vidéken is elég magasak. Akik tehetik, inkább ingatlanba fektetnek, mert alacsony a hozama a banki betétnek és az értékpapíroknak is. Ha ingatlanoson keresztül adják ki a lakást, akkor írásban kötnek bérleti szerződést a bérbeadóval és a bérbevevővel is. Ha valaki magánúton bérbe adja, visszahalljuk mi is, szinte naponta, hetente találkozunk olyannal. Nem kötik meg írásban a bérleti szerződést szóban, utána, ha bármi probléma van, akkor probléma lehet az, hogy most akkor, ha meg akarja szüntetni, akár a bérbeadó, a bérlő ki akar költözni, milyen feltételekkel, milyen jogi lehetőségei van annak, hogy felmondja. Csak ebben az esetben tudják pénzügyi követeléseiket érvényesíteni a felek. Szerződést kell kötni, hiszen adóköteles jövedelemnek számít a lakáskiadás. Adószám nem kell hozzá, de jelenleg 15% személyi jövedelemadót és 1 millió forint bevétel felett 14%-os egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Kétféle adózás választható, 10%-os költséghányaddal is elszámolhat, vagy tételes költségelszámolást választhat a bérbeadó. Az ingatlan bérbeadással kapcsolatos ellenőrzésünk elsősorban arra vonatkozik, hogy a szálláshely szolgáltatókat próbáljuk meg kiszűrni erről a piacról, hiszen nagyon sokan ingatlan bérbeadás néven próbálják ezt a szálláshely szolgáltatást működtetni, azonban ez így nem működhet, hiszen ehhez kötelező jellegűen ki kell vállalni az adószámot, illetve megfelelően be kell jelentkezni a területi illetékes jegyzőhöz is. A szálláshely szolgáltatás után idegenforgalmi adót is kell fizetnie a vendégnek. Az új tervezet, amely szerint az éves szinten 1 millió forintos lakáskiadásból származó bevétel után egészségügyi hozzájárulást nem, személyi jövedelemadót kell fizetni, ez némileg fehéríteni a piacot. Becslések szerint ugyanis a magyarországi albérletpiac 110-130 milliárd forintos lehet, legalábbis ennyit vallanak be a bérbeadók.